Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Zenevonat címmel szuperkoncert zakatolt Pakson. Zeneoktatás koncert hangulatban. Vidám új év kezdett szimfonikus zenével. Városismereti szilveszteri vetélkedő zajlott Pakson. Zenevonat címmel szuperkoncert zakatolt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában felállított színpadon szilveszter éjjelén az LGT sztárjaival, Karácsony Jánossal és Solti Jánossal. A zenekari kíséretet az Abrakazabra zenekar látja el, akik Magyarország legnagyobb pop és rock sztárjaival és számos, ma népszerű előadóval dolgoznak együtt folyamatosan. Siess haza, vár a mama, Zenevonat, Álomarcú lány, és még számtalan ismert klasszikus LGT dalokat hallhattak, akik szilveszter éjjelén Pakson felültek a képzeletbeli zenevonatra. Ők időutazáson vehettek részt a két eredeti LGT tag, Karácsony János és Solti János főszereplésével. A Zenevonat szuper koncert több éve járja az országot az LGT legnagyobb slágereivel. Az Abrakazabra zenekar által létrehozott produkcióban a legendás LGT tagok mellett két másik, a hazai élvonalhoz tartozó zenész kap helyet, Veres Mónika Nika és Heinz Gábor Biga. Az alap ötlet, az alap motivum az LGT daloknak a, hogy is mondjam, csak méltó interpretálása volt a zenekarnak, a stábnak a célja. Az évek alatt kikristályozott bizonyos vendégsereg, akik megfordultak. Jelen esetben mi vagyunk kvázi Solti János, Karácsony, Biga és az Abrakazabra zenekar. Csak azért gondolkoztam, mert hogy most ugye már fél éve nem játszottunk, és volt egy kis tagcsere, de hagyd nem mondjam el, hogy kik cserélődtek, mert ez a szívük joga, hogy jönnek, mennek el, nem, de nem ez a lényeg, hanem az a célkitűzésünk tényleg az, hogy tulajdonképpen a mai szívvel, mai lélekkel, mai tudásunkkal játsszuk el azokat az LGT dalokat, amiket úgy gondolunk, hogy a közönség előtt szabadtéren, az élőzenélés kapcsán sikerre számíthat. És mivel ugye még itten vagyunk, kettesben a Soltival, ezért azt gondolom, hogy van létjogúság, és alanyi jogon nyomjuk a mi saját dolgainkat. Fenntartjuk olyan értelemben, hogy nem engedjük, hogy elfeledődjön. Nyilvánvalóan ez, nincs benne ez így a pakliban, de azért szükségeltetik, hogy üssük a vasat, amíg bírjuk. Hálás az ember minden egyes előadásért, még akkor is, hogyha most egy kis kihagyás volt, és így, mit tudom én, 3 hónaponta egyszer játszottunk most az elmúlt időszakban, de nyarunk nekünk is jól sikerült, tehát legyen 17-18 előadást sikerült, amit tavalyról elmaradtak, azokat áthoztuk. És hát, hogyha ez így folytatódik olyan értelemben, hogy felszabadulnánk, vagy felszabadulna a szakma, mi is minden egyéb más, a színház is, az élet minden területére kiterjedően, jönnének a jó eredmények, akkor azt gondolom, hogy visszatérhetünk a régi kerékvágásra, és ott folytatjuk. Mert most is ott folytatjuk, ma is, ahol abba hagytuk 3 vagy 4 hónappal ezelőtt, vagy akár másfél évvel ezelőtt. Heinz Gábor Bigának gyermekkora óta kedvence az ikonikus zenekar, egy televíziós műsor kedvéért pedig egyszer áthangszerelt néhány LGT dalt. Az LGT zenészeinek annyira megtetszett az ő verziója, hogy azóta is ebben a hangszerelésben szólalnak meg a dalok a Zenevonat szuperkoncerteken. A zenekari kíséretet az Abrakazabra zenekar látja el, akik Magyarország legnagyobb pop és rock sztárjaival és számos manépszerű előadóval dolgoznak együtt folyamatosan. De Karácsony János sem tétlenkedik. Én nekem is a fiókban van két anyagom, írom a könyvemet, én is most már elég régóta, amire viszont volt időm, anyagot gyűjtöttem egyrészt, másrészt zenei anyagot, de ebben az időszakban nagyon nehéz ezt megjelenni. Tehát várakoztatom, várakozó állásponton, sinem, mellékvágányon áll benne a pályaudvaron pár dolog, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan
csapunk bele. De azért mondom, megvagyunk, és hála Istennek játszunk együtt, a Presszerrel is játszom. Igaz, hogy tudjuk ugye, hogy nincsen LGT, nem is, de életnél csinál ilyen érdekes dolgokat, hogy mi együtt vagyunk. Igaz, hogy nem LGT név alatt, ugye, mert az nincs, az a zenekar. Viszont remélem, hogy tudunk, és még az is lehet, hogy új dolgokat is fogunk kitalálni, legalábbis én személy szerint. Unokám született, most már 1 éves, arccal az unokák felé. Szerintem ez a következő 1 év vagy 2 évnek, amit én várok tulajdonképpen. És az, hogy tőle maradjunk egészségben, a család teljesen széjjel tudjunk élni, megélni, és menjünk tovább szépen azon az úton, amit ideig elkezdtünk, a szép arany középutat válasszuk. Ennyi az egész részemről, ennyi. És hogy mindenkinek ugyanezt kívánom, boldog új esztendőt, találkozunk a színpadon minél többször. A Házhoz megy a zene, de tematikus sorozat formájában mutatja be a rockzene hazai és nemzetközi megteremtőit. Jimi Hendrix, Radics Béla, Illés, Omega, Rolling Stones és még számos ikonikus zenekar és rockzenész dalait adják elő színháztermi körülmények között. Az előadások általános és középiskolások részére szólnak, a cél az, hogy ablakot nyissanak a gyerekek számára a zene sokszínűségére és ösztönözzék őket a hangszereken való tanulásra. Iskolásoknak szól az Edda slágere a Kalocsai Művelődési Házban. A Házhoz megy a zenede formáció 2012 óta járja az országot, hogy a hazai és a nemzetközi könnyű zene fejlődését mutassa be a blues, a beat, a soul, a pop és a rock stílusok érintésével általános és középiskolás gyerekeknek. Bordás József a misszió kitalálójának és vezetőjének a célja, hogy a felnövekvő generációnak megmutassa a zene sokszínűségét és ösztönözze a gyerekeket a hangszereken való tanulásra az élő zene fennmaradásának reményében. Az első 8 évben a popzenével foglalkoztunk, és az elmúlt 2 évben pedig a rockzene fejlődésével, ez nemzetközi, illetve magyar viszonylatokban. Tehát, hogyha Jimi Hendrixről beszélek, akkor utána Radics Béláról, vagy Illés Omega, Beatles, Rolling Stones viszonylatában tartjuk az előadást. Bordás József elmondta, a klasszikus zenei neveltetésnek nagyon mély gyökerei vannak a Kodály és a Bartóki hagyományok által, a könnyű zenei oktatásnak viszont nincsen. A Házhoz megy a zenedének ez a célja, hogy az országjáró turné során a nagyvárosoktól egészen a legkisebb településekig bemutassák a fiataloknak azokat a korszakalkotó művészeket, akik új zenei stílusokat hoztak létre. A program egy 60 perces színháztermi műsorból, azt követően pedig egy 30 perces úgynevezett hangszersimogatóból áll, melynek során a gyerekek testközelből ismerhetik meg a hangszereket. Először mindig egy konszolidált hangversenyre készülnek, és gondolom a pedagógusok elmondják, hogy ez egy hangverseny, a filharmóniában is mindig szépen kell ülni, de ez más egy picit, mint a filharmónia. Itt először finoman muzsikálunk, de a végén itt az a lényeg, hogy legyen adrenalin, legyen koncerthangulat. Direkt nem tornatermekbe és iskolákba megyünk, hanem színháztermekbe, koncerttermekbe megyünk, hogy a gyermekek tanulják meg a kultúráját annak, hogy milyen egy koncerten részt venni. Ösztönözzük őket, hogy tapsoljanak, hogy sikítsanak, hogy énekeljenek velünk együtt, és ha minden jól megy, akkor a vége katarzis minden előadáson, igen. A programot állami támogatásból finanszírozzák, így a lehető legtöbb helyre jutnak el az országban. A koncerteken túl más módon is népszerűsítik a könnyűzenei oktatást. Erről is beszélt Bordás József. A COVID elején, a COVID időszak elején, a karantén időszak beálltával létrejött egy pályázati lehetőség a hangfoglaló programnál, ahol online anyagok készítésére lehetett pályázni, és a Házhoz megy a zenede oktatási centrum is beadott egy ilyen anyagot, és gyakorlatilag ezt az előadást színházi körülmények között felvettük, 3 kameraállásból, és ebből készítettünk egy 10 részes sorozatot, amit a most már országosan az Oktatási Minisztérium és az Oktatási Hivatal ajánl. Például a napokban vettem észre az interneten, hogy 10. osztályban
ajánlott anyagként az EMI kiajánlotta ezt az anyagot, illetve a zsebemben van egy telefon, és minden előadás után megkeresem a pedagógusokat, elkérem az e-mail címüket, és megkapják ezt az anyagot. Ez egy olyan PDF anyag, amiben benne van 10 részben, tehát 10 percenként, 10 perces blokkokra van osztva az előadás, és mellette a tanároknak kérdések, és feleletek, válaszok, és ezt ki tudják tárgyalni énekórákon, osztályfőnöki órákon. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, örül minden olyan kezdeményezésnek, ami színesíti Kalocsa kulturális életét. Azt gondolom tényleg, hogy az elmúlt évben is bizonyítottuk, hogy Kalocsán nagyon pezsgő és sokszínű kulturális élet van. Én úgy gondolom, hogy ez a január 3-ai esemény is méltó bizonyíték annak, hogy ez a 2022-es esztendő is gazdag lesz a kulturális eseményekben. A Babits Mihály Kulturális Központ folytatva a hagyományt ismét nagy sikerű programmal kezdte az új évet. A fellépő ezúttal a szolnoki szimfonikusok voltak, akik megalakulásuk óta aktív szerepet vállalnak a magyar kulturális értékek megőrzésében, közvetítésében. A világ számos táján ismert zenekar művészeti vezetője, Izaki Masahiro japán karmester, az 1995-ös nemzetközi karmesterverseny győztese, Szolnokváros főzeneigazgatója. A hivatásos szimfonikus zenekar 70-75 fő művészt foglalkoztat folyamatosan, akik ezúttal arra törekedtek, hogy igazi kulturális csemegével köszönthessék a látogatókat az új esztendőben. Ahogy ebből a pártaktusból is kitűnt, nem hagyományosan értelmezett szimfonikus zenével várta a nagy érdeműt a szolnoki szimfonikus zenekar. A könnyed szórakoztatás volt az elsődleges szempont, így aztán ismert operettek, ismert betétszámai adták a koncert jelentős részét. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy ez az a műfaj, mármint az operett, amelyen könnyebben fogyasztanak a nézők, mint a súlyos nagy zenekari műveket, és ez mégiscsak az alkalomhoz jobban passzolt. Jó az újévi koncertek is, illetve a nyári fesztiválok is arra, hogy azok a kedves nézők, hallgatók, érdeklődők is kipróbálják a komoly zenét, meghallgassák a komoly zenét, akik azt mondják, hogy hát én nem megyek el egy koncertre, vagy nincs bérletem, nem tudom, hogy kell, ha elmegyek, hogy fogom érezni magam, mit kell ott csinálni. Nagyon sokan ezt nem tudják. Érdeklődnek, de nem tudják. És sokszor kapnak ajándékba ilyenkor egy koncertjegyet, ilyen újévi koncertre, és eljönnek, és ekkor olyan a repertoár, ami olyan dallamok vannak, például a mi műsorunk kezdete is, vagy az első is egy operett gála, ahol ismerősek a dallamok, ismerősek a dalok, és mindenki, tehát azért sokan meg is lepődnek, hogy egy operetthez is egy 50 tagú zenekar kell, hogy megszólaljon. Tehát ez egy nagyon jó bemutatása a komoly zenének, és akkor itt már lehet menni, hogy ki mennyire élvezi, vagy élvezte, ki mennyire érezte jól magát, és akkor utána már vesz bérletet, illetve elmegy másik koncertre is. A szolnoki szimfonikusok, ha nincs Covid-járvány, az új évet minden esztendőben egy kéthetes kínai turnéval köszöntik. Ez időtájt épp Shanghaiban voltak hivatalosak, ezt cserélték le a szekszárdi koncertre. Az, hogy most itt lehetünk Szekszárdon, az, hogy kaptunk egy ilyen meghívást, az számunkra mindenféleképpen egy megtiszteltetés. Hiszen az, hogy egy ilyen távoli városból idejöhetünk, és megmutathatjuk a tudásunkat, és szórakoztathatjuk a szekszárdiakat, az nálunk azért is különleges, mert először vagyunk Szekszárdon. Tehát bárhol fellép a zenekar, mindig van egy ilyen érzés, hogy először. Legyen ez Shanghai, legyen ez Peking, legyen ez Szekszárd. Az, hogy itt lehetünk, az egy fantasztikus érzés, és örülünk neki. Most már rendszeressé vált, ahogy az újévi koncerteket egy kínai turnéval ünnepeli meg a zenekar. Hát ez egy kéthetes kemény turné. Ez a két hét az úgy szokott lezajlani, hogy
megérkezik a zenekar, és utána koncert, utazás, koncert, utazás, körülbelül 13-14 fellépés szokott, 14 nap alatt megtörténni. Egy fantasztikus kihívás, de össze is kovácsolja a csapatot, de művészetileg ugyanazt a repertoárt, ugyanazzal az intenzitással egy teljesen más közönségnek előadni, az mindenféleképpen egy kihívás. És ezt hál' Istennek azért ilyenkor egy könnyű repertoár kíséri, könnyen fogyasztható, könnyen értelmezhető repertoár, amiért nagyon hálás a zenekar. A zenekar általában 100 alkalommal lép színpadra, ennek jelentős részében a hazai bérletes előadások teszik ki, és természetesen szoros az együttműködés a helyi Szigligeti Színházzal is. Az évegynyitón az operett dalamok mellett külön szerep jutott Iszaki Masahiro Karnagynak, aki több mint 10 esztendeje irányítja a művészeti munkát, és aki bemutatta azt is, milyen nehéz egy karmester élete. A jövőre nézve ez a program egyfajta hagyományteremtés is volt, további hasonló kaliberű programok kínálatával készül a Babits Kulturális Központ az idei esztendőre. Humoros szilveszteri harc zajlott Pakson egy szerencsehozó kismalacért. A Csengei Kulturális Központ játékos városismereti vetélkedőt rendezett szilveszter napján 10 egyenként 4 fős csapat számára. A résztvevőket 3 órás verseny várta, melyben bejárták Paks jellegzetes helyszíneit. A nyertesek egy élő kismalacot kaptak jutalmul, melyhez egy vacsora és egy óriás pezsgő is társult. Nem feltétlenül fogtok rájönni az első helyszínből, hogy hova kell menni, de ha végigolvassátok, akkor ki fog derülni mindenki számára, hogy mi a helyszín, jó? Márkusz Zalán igazgató és munkatársai ismertetik a játékmenetet a résztvevő csapatok számára, akik izgatottan szívnak magukba minden információt. A harca malacért egy mókás, szilveszteri városismereti vetélkedő, ezzel egy régi paksi hagyományt élesztettek, illetve gondoltak újra a szervezők. Én gyermekkoromban emlékszem, hogy volt ilyen játék Wolfernő szervezésében, ilyen szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos túrákat és hasonló dolgokat csinált akkor az Ernő, én is voltam vele túrázni, és hát úgy gondoltuk, hogy ezt a szép akkori hagyományt felelevenítjük, és megpróbáljuk ezt a rendezvényt összehozni most. A résztvevő 10 csapat néhány perces eltolódással indult el, majd izgatottan bontották fel a feladatot tartalmazó borítékot, hogy merre is induljanak tovább. Az egyes feladatok teljesítését a helyszíneken várakozó játékmesterek ellenőrizték. A kvízjátékban paksi ismeretekre volt szükség, mind sportoldalról, mind pedig helytörténeti szempontból. Belevettük az Erzsébet nagyszállót, belekerült a zsinagóga épülete, ugye, ami most a városi könyvtárként szerepel, a vízafogása, ami Pakshoz köthető, az utolsó ismert vízának a kifogása, a zárda épületébe a Balagant általános iskola helyezkedik el, ezt is fontosnak tartottuk, hogy tudják az emberek. Az atomerőmű építése, illetve az alapkőletétel volt az egyik kérdés, ugye ez mikor történt. A Gastrobusz Fesztivál, ami szintén nagyon nemzetközileg is híressé teszi városunkat. A Csengei Dénes Kulturális Központ működését is belevettük, egy kicsit hazahúz a szívünk. Illetve sportba, akik hozzánk köthetőek, Atomanti, Hozman, György, Puprék, akikre nagyon büszkék vagyunk, velük kapcsolatos kérdések szerepeltek a kvízben. Vetélkedő során le kellett látogatniuk a gesztenyefa sorra, amire nagyon büszkék vagyunk, illetve a judóterem, ahova most a sportolóink köthetőek, el kellett látogatni a Rideg Pálinka házba, ki kellett menni Cseresznyés kertbe, ami szintén a házhoz kapcsolódik. A hangulat azt hiszem, hogy első osztályú volt, itt az élménybeszámolókat hallgatva nekünk is felpesdült a vérünk, hogy milyen jó volt ezt
végigélni. Az elején nagyon pörögtetek, nagyon jól ment minden. Volt egy-két helyszín, ahol kicsit feltorlódtak a csapatok, de azt is ki tudtátok tölteni ezt az időt tartalmasan, jókedvűen. Volt benne egy kis mozgás, egy kis fejtörő, egy kis ízlelő bimbók meg borzongatása. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon kerekre sikerült az egész. Felolvashatok, mik vannak? A pálinka kóstolás után még nagyobb hangulatban folyt tovább a harc a Malacért városismereti vetélkedő, melyben sportpályán futni és kapuba rúgni is kellett, de volt borkóstolás is, valamint a Dunáról pontos vízállás jelentést is kellett küldeni. Egy hölgy társaság 3 csapatot indított, megpróbáltak biztosra menni a Malac vacsoráért és a pezsgőért. Hát mi nagyon élveztük, nagyon jó volt a csapatmunka, több helyen is állítólag nagyon jól végeztünk idővel, jól, ügyesen megoldottuk a feladatot. Például ott tényleg jó időt futottunk a judóteremnél, hogy ahogy négyen összekötötték a lábunkat, majd egyik helyről el kellett jutni a másikba, és tényleg itt az volt a lényeg, hogy a csapat összedolgozott, tehát egy csapatfőnök volt, aki irányította igazából a csapatot, és így tényleg jól tudtuk teljesíteni ezt a feladatot. Itt lehet, hogy talán a legjobbak is voltunk. A humoros vetélkedést a Riff-Röff csapat nyerte. A jó hangulatú rendezvényt a tervek szerint egy év múlva ismét megszervezik. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!